Hiszek egy hazában. A magyarság értékei a Kárpát-medencében. A magyar teniszcsillag Szeles Mónika. Édesapja, az amatőr játékos Szeles Károly volt a felfedezője és első edzője. Szülővárosában Újvidéken magyar iskolába járt, és 7 éves korában kezdett teniszezni. Mivel a családnak nem volt elég pénze gyerekméretű ütőre, az apjáival játszott. Azt viszont csak 2 kézzel bírta el, ezért mindkét oldalról így ütött. A rengeteg edzés eredményeként rakétaként vágódtak vissza a labdái az ellenfele térfelére. Végtelen munkabírásával, elnyűhetetlenségével 16 évesen feljutott a csúcsra. 1991-től szinte legyőzhetetlen volt. Ebben a korszakában 56 Grand Slam mérkőzést vívott, és ezek közül mindössze egyszer volt kénytelen vesztesként gratulálni az ellenfelének. A női tenisz egyeduralkodója lett. 1993. április 30-án aztán fő riválisa, az előtte, majd utána ismét világranglista vezető Steffi Graf egy őrült rajongója késsel hátba szúrta Szeles Mónikát a hamburgi verseny negyeddöntőjének szünetében. Az akkor 20 éves játékos 2 évvel később visszatért, de testi és lelki sérülései miatt korábbi sikereit már nem tudta megismételni. 2003-ban végleg visszavonult, összesen 53 torna győzelmet aratott, és 178 hétig vezette a női világranglistát. Szeles Mónika ma Floridában él, és 2007-ben felvette a magyar állampolgárságot is. Sokat jár Magyarországra. Amikor a magyar teniszsportról, a magyar válogatottról beszél, mindig többes szám első szemét használ. Jelenléte támogatása óriási erőt ad a fiatal magyar játékosoknak. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.